Fejlesztési elképzeléseket tartalmaz az a terv, amelyet Orbán Viktor Magyarország miniszterelnöke és Pásztor István a Vajdasági Magyar Szövetség elnöke által egyeztetett gazdaságélinkítési stratégia tartalmaz. A cél a vajdasági magyarság gazdasági megerősítése. A VMS elnöke szubjektív műsorunkban elmondta, nincsenek előre leosztott pénzek. A gazdaság élénkítés a magyar vállalkozások megerősítését, az anyagi biztonság az alkalmazottak számának és a beszállítói körök növelését eredményezheti. Az egyéni és kisvállalkozók támogatása is ennek a stratégiának a része. A kisvállalkozók vonatkozásában, tehát a az egyéni gazdálkodók tekintetében, kisiparosok vonatkozásában Önfoglalkoztatást működtető vállalkozások tekintetében mi hozzunk létre itt egy olyan alapot, amiből egyfajta revolving rendszer alapján folyamatosan öt éven át föltöltve ezt, a, ezt az alapot, egy bizonyos idő után a kihelyezett pénzek visszajövetelével újra és újra a pénzeket kihelyezve e, támogassuk ezt a típusú vállalkozást. Ahhoz, hogy a magyar partnerek számára is bemutathatók legyenek a vajdasági gazdasági lehetőségek, Pásztor István szerint mindig példákat kell állítani. A VMS elnöke a felkért cégektől néhány oldalas összesítést kért, amely tartalmazza elképzeléseiket. Ezeknek az elképzeléseknek a gyűjtő táblázata az elmúlt hetekben nyilvánosságra került cégjegyzék. A táblázat pedig ö, úgy jött létre, több egyszer fogom elmondani, de, de türelmesen, is ha kell, akkor még százszor el fogom mondani, hogy azt próbáltuk a, a tárgyaló partnereinknek, a beszélgető partnereinknek prezentálni, hogy a vajdaságban ilyen körülmények között is vannak olyan vállalkozások, amelyek egészségesek, amelyek magyar tulajdonban vannak, amelyek alkalmazottak, párát, tízét, akár több százát is alkalmazzák, olyan vállalkozás, aminek elképzelésük van, hogy ha hitelhez tudnak jutni, úgy tudnak fejleszteni, hogy piacképes terméket tudnak produkálni, amivel munkahelyet tudnak teremteni, illetve beszállítói kört tudnak, ö, 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 beszállítói kört tudnak generálni. A táblázatban szereplő összegek csak a fejlesztés megvalósításához szükséges pénzt mutatják. Az, hogy ki mekkora hitelhez juthat, még nem dőlt el. Teljes mértékben tiszta lelkismeretünk, jó ügyet próbálunk szolgálni, nincsenek háttéralkuk, nincsenek lezsírozott történetek, nem múgy is a történet, hanem ez egy, ez egy olyan erőfeszítés, amelyik arra próbál választ adni, ami ebben a pillanatban a vajdasági magyar közösség egyik legnagyobb problémája, az az egzisztencia kérdése. Az öt évre szóló terv részleteiről június végén egyeztet még Orbán Viktor magyar miniszterelnök és a VMS elnöke.